Az első három fordulóban sorrendben a legutóbbi bronz, ezüst és aranyérmes otthonába látogatnak a nyíregyházi tekézők, így ezeken a meccseken a tisztes helytálláson kívül az a cél, hogy a játékosok minél jobb formába lendüljenek a már nyerhető meccsekre. Répcelakon 6 órás utazás követően léptek dobóállásba az NTK tekézői, akik végül 3330 fáig jutottak. A hazaiaknál 3600 fölött, ketten annak közelében gurítottak, így 3605 fát elérve 7-1-es győzelmet aratott a Répcelak. Mivel tavaly nem sikerült pontot szerezniük a nyíregyháziaknak, elmondható, hogy egyet lépett előre a Szuperligában második szezonját töltő együttes. Talán a legjobb összeállításba tudtunk dobóállásba lépni, közel a nagysárosi győztes csapattal tudtunk felállni. Az elsősorban a Szlovenszki Tibornak nem úgy sikerült a dobása, hogy azt önmagával szemben elvárta volna, míg a Kastura Ráski 60-60 dobásos párosnak egy 565 fája az mindenképpen nagyon jó teljesítmény volt. A középső sorban a Mogyorúsi Péter, illetve a Szegő Levente jó teljesítménye sem volt elegendő ahhoz, hogy zárkózzunk a Répcelaki csapathoz, míg a záró fordulóban jó magam, illetve a Haker Dezső léptünk dobóállásba, és ahogy mondtam, Dezső az utolsó dobásokba 0-2-es állásból tudott fordítani, és egy fával megnyerni a párharcokat, és ez eredményezte azt, hogy nem távoztunk úgymond üres kézzel Répcelakról. Szombaton újabb hosszú túra vár a nyíregyházi csapatra, a szezont egy 6-2-es kazincbarcikai sikerrel indító, legutóbb ezüstérmes Zalaegerszeg otthonában lépnek dobóállásba fintáik.